Sziasztok srácok, hello, hello! Harmadik videómat készítem itt, mert igazából erre van dolgom, és itt szoktam néha megállni videózni, hogyha a nagy postára várok, mert teli van a parkolója. Ez egy ilyen nagyon nagy terület, és sokan nem tudják, hogy mi volt itt. Itt volt régen a Vesztek zár, ami egy szórakozó hely volt, hát ilyen kicsit ilyen indisebb, tehát ez az indie rock és egyéb ilyen láncsos, beat-es hely. Egyébként a Kafka Beat is itt kapott helyet. Még ki is van talán a logójuk festve. Na hát ennyi maradt belőle. 10 éve volt azt hiszem itt az utolsó parti. Még a Fluor Tomi is itt fellépett. Hát ő igazából közel is lakik ehhez, vagy lakott ehhez. Itt volt a főbejárat, innen a Bazilikától lehetett ide bejönni. Egyébként ez egy nagyon jó környék lehetne, hogyha mondjuk le is... Ez egy MÁV épület. Itt szoktak néha ilyen különböző piacokat, ilyen vásárokat csinálni. Akár ezeket itt, hogyha le is dózerolnák, akkor lehetne itt egy óriási park, mert ott a 4 emeletes ház mögött ott is van egy nagyon szép park, és akkor ilyen egybefüggő lenne, de ez csak így az én javaslatom a városvezetés irányába. Na és hát itt volt a bejárat, itt álltak a kidobók mindig, és átkutattak mindenkit, mert nem szabadott piát behozni. És az volt sokszor, hogy itt a bazilika előtt, vagy éppen itt közvetlen a járdán leültünk, és ott iszogattunk. Egyébként még itt van egy éjjel-nappali bolt is, oda is lehetett bemenni piáért. És hát általában, mint mindenki, minden fiatal így oldottuk meg olcsón okosba. És utána jöttünk ide be. Hát nem voltam én egy nagy... Én inkább a Fezzen klubba jártam. Az egy, inkább az ilyen rockkocsma. Ez inkább egy kicsit ilyen lightosabb hely. Meg hát mondom, itt DJ-k is voltak, meg volt rap koncert, meg mindenféle. De azért megvolt ennek is a hangulata, itt szerintem azért úgy jobban lehetett csajozni. És hát itt voltak balhék, itt láttam sok ilyen kidobós témát. Itt volt az épület, körülbelül eddig lógott ki, és akkor itt volt egy ilyen kerthelysége, ahol nem is tudom, azt hiszem, hogy nem is voltak asztalok, itt csak úgy mindenki úgy állt, meg cigizett, smokizott. Ez még a legutóbbi, amikor még ugye működött akkori ilyen, hát hogy is mondják ezt, street art. Tehát ezt nem graffitizték össze, mármint nem vandálok, hanem ezt ugye a hely csinálta. Na itt van a Kafka Beat. Vannak ilyen random stenciles dolgok. Egyébként ennek a másik oldalán ott van egy ilyen környezetvédelmi témával kapcsolatos full graffiti, tehát az full profin meg van csinálva. De már láttam itt a honvédségre toborzásos festést is föl, tehát így volt itt már minden. És akkor itt volt az épület, most mondom pontosan nem tudom, hogy ezt mikor bontották el, 5-6 éve. De az is lehet, hogy 10 éve, körülbelül 10-12 éve voltam itt utoljára, és kb. Az volt az utolsó buli is. Itt volt valahol a WC, nem az ott volt. Láttam egyszer egy ilyen Fluor Tomis videót, amikor ő is visszajött ide, valami riportot forgattak vele, és akkor még a piszoárok fönn voltak a falon. Akkor itt volt a pult, ja itt lehetett a pult, mert azért van itt ennyi cső. Itt volt egy pult. És akkor ez tartott kb. Idáig, és itt volt egy ilyen galériás rész, és ott volt fenn egy ilyen DJ hely, és hát nem is tudom, hogy tetőtere volt, de talán nem is volt ennek az egésznek. Nagyon pici egyébként így ebből a nézetből. És hogy innen hogy volt tovább, arra már is emlékszem. Szóval ezt már elkezdték bontani. Nem tudom, hogy meddig marad ez itt meg. Jó lenne ezeket a falakat is innen lebontanák, és egy szép közparkot ide építenének. Úgyhogy ilyenek az emlékek.
És érdekes, hogy egyébként a Bahnhof is, meg később a Felsen is ugye MÁV épületekben kapott helyet. Hát gondolom, hogy ott nem zavarnak senkit. Itt viszont sok panasz volt rájuk, tehát nem csak a környező házakból, hanem konkrét olyan sztorit is hallottam, hogy kukákat dobáltak be a bazilikának az udvarába, meg azért tényleg voltak itt azért állatemberek. De akkor is így Fehérvárnak az ilyen, hát, hogy mondjam, kulturális szintjén azért ez egy meghatározó pont. Most látom, ott van a háznak a csúcsán, ki van feszítve egy drót sodrony, megy annak a háznak a tetejére, meg onnan a másiknak a tetejére, nagyon durva. Nem tudom, mit célból, vagy miért, lehet, hogy villámhárító. Még ez is lehet, hogy találnánk itt ingyen internetet. Úgyhogy durva az, hogy így az én szemem előtt itt van az, hogy hogyan nézett ki korábban. Megpróbálok majd róla képeket szerezni a netről, és akkor most meg így néz ki. És hát nagyon apránként pusztult el, tehát régen még voltak itt ilyen sithalmok, meg kőhalmok. Lehet, hogy egy téglát elviszek emlékbe, vagy valamit. De konkrétan tényleg semmi olyan jellegzetes a festéseken kívül nincsen, ami említésre méltó. Van itt ilyen terméskő. És ez is egy régi MÁV épület volt. Egyébként azt hiszem, hogy kint van egy tábla, hogy ez magánterület. Most nem tudom, hogy ez az volt-e, vagy ki lett sajátítva, vagy eladták, még amikor ez a helység ugye üzemelt. De mondom, az utóbbi 8-10 évben itt semmi, tehát azon is csodálkozok egyébként, hogy a fű úgy, ahogy le van nyírva, és lehet itt járkálni. És még arra is tart, úgyhogy egy elég nagy terület. Ott is valamit elbontottak, azt se tudom, hogy az mi volt. Tehát azt tudom, hogy körülbelül ez eddig tartott, ha jól emlékszem. Talán fakerítés volt itt, vagy ilyen raklapokból volt valami? Nem tudom. Az a durva, hogy már annyira rég volt, hogy nem is emlékszem. De hogy itt is volt valami. Na hát, srácok, ez volt a Vesztegzárnak a emlék videója, meg a helye. Ha esetleg tudtok róla valamit, ami helyi információ, akkor nyugodtan írjátok meg. Sziasztok!